Ukrajna az egész nyugati civilizációt védi, ezért a szövetségesek nem szüntethetik be a fegyverszállításokat. Erről beszélt Volodymyr Zelenszky az ENSZ közgyűlésén. Az ukrán elnök kivételesen nem videókapcsolaton keresztül, hanem személyesen szólt a döntéshozókhoz. A háború kirobbanása óta először. Véleménye szerint a nyugat túl megengedő volt, amikor a Szovjetunió felbomlásakor engedte Moszkvának, hogy megtartsa nukleáris arzenálját. Terroristák ne birtokolhassanak atomfegyvereket. Mondjuk most nem is ez a legijesztőbb. Bár az atomtöltetek pihennek, Oroszország így is hatalmas pusztítást végez, mondta Zelenszky, aki szerint Moszkva most a gabonaszállítmányok blokkolásával zsarolja a világot. Oroszország úgy viselkedik, mint egy terrorista. Csak ő a globális élelmiszerpiacot ejtette túszul, hogy váltságdíjként kierőszakolja az elfoglalt területek oroszországos csatolását. Az ukrán elnök emlékeztetett, Moszkva nem csak a gabonával tartja sakban az ENSZ-t, hanem a gázszállításokkal, és azzal is, hogy rendszeresen a zaporizsiai atomerőmű felrobbantásával fenyegetőzik. Zelenszky azzal zárt a sorait, hogy szerdán be fogja mutatni béketervét a biztonsági tanácsnak.